Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, a stúdióban itt van már, nem tudom, hogy hallották-e, de itt van már Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, és Nagy Attila Tibor politikai elemző. Jó estét, szervusztok! Jó estét! No, hát sajtóhírek szerint lemondott Palkovics László technológiai és ipari miniszter. Sok sajtóorgánum megírta, mindenkinek nagyjából egyébként ugyanaz vagy hasonló az információ, hogy ma reggel lemondott, és hogy a minisztériumban már főosztályvezetői szinten is értesítették a munkatársakat, és tulajdonképpen megkezdődött az átadás, átvétel, vagy annak az előkészítése. Amit még a hírek hoznak, hogy a távozás hátterében energiapolitikai véleménykülönbségek állnak, vagy egy új minisztérium, tehát mindenféle hírkeringés terjed most a sajtóban, de egyelőre konkrét reagálás vagy bejelentés még nincs. Eleve olyan fura volt az az egész, ami történt itt az új kormány felállásánál, hogy akkor most mi is a dolga Palkovicsnak, aki ugye volt már felsőoktatásért felelős államtitkár, aztán az egész oktatásért felelős, nem tudom én micsoda, majd ezeket a és innovációs ügyekért felelős, tehát a technológiai fejlesztésért felelős, átfogó szakember, hozzáköthető a CEU elüldözése, mint egy szép történet. Most ehhez képest, amit ő megkapott az új kormányban, már ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert nagyon olyan fura, mintha egy ilyen, hát te is kapjál valamit, hogy a című kérdés lenne, hogy elvették az innovációt, ez az ő fő területe tulajdonképpen, elvették az oktatást teljes egészen ettől a területtől, és ugyanakkor ez, amit kapott, az ugyan elképzelhető lenne máshol is, tehát mondjuk Lázár Jánosnál a közlekedés például nyugodtan elképzelhető lenne, és így tovább sorolhatom más. Van gazdasági minisztérium. Hogyha már ezt mondod, akkor egy másodpercre megakasztalak, mert én pont kikerestem, hogy mit mondott Orbán Viktor májusban. Azt mondja, hogy Palkovics az, aki képes a legbonyolultabb kormányzati feladatot megoldani. Úgy fogalmazott, hogy szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterének jutott a legbonyolultabb kormányzati feladat. Ha valaki képes ezt megoldani, akkor az a Széchenyi Díjas Palkovics László. Ugye itt arról beszél utána, hogy nagy átalakulás előtt áll az ipar és az energetika. Tehát, hogy ő májusban még teljesen mást mondott egyébként a miniszterelnök. Vagy ez egy ilyen kommunikációs... Én csak a saját érzéseit mondtam, hogy én úgy éreztem akkor is, hogy nincs ez valahogy a helyén ez a dolog. Tehát, mint hogyha valakinek kellett volna csinálni még egy plusz helyet, és erre találták ezt ki. Tehát én olyan nagyon ezen nem csinálom. Palkovics nem egy könnyű ember. Orbán Viktor, azt hiszem, amennyire én ismerem, nem szereti a nem könnyű embereket. Lehet, hogy itt egy-két konfliktus elég arra, hogy valaki távozom, bár hozzáteszem, hogy én nem zárom ki, hogy itt, ahogy ez lenni szokott Fideszéknél, hogy valahol mi találkozni fogunk Palkovicssal ezen a kormányzati fenyőfán, vagy nem tudom, mit kell most mondani, tölgyfán, tehát könnyen el tudom képzelni, hogy talán nem elengedik a kezét, hanem találnak neki valamit. Attila? Az valóban feltételezhető, hogy Palkovics csak fogcsikorgatva fogadta el az új kormányzati szerkezetet a választások után, hiszen ő szerette az innovációt. Ő láthatóan örült annak, hogy jövő lett a szakképzés, az oktatásügy, és hát ezek a területek ugye az új portfólióban már nem igazán mentek bele. És ugye felröppent egy olyan hír, hogy elveszik tőle, vagy elvették volna tőle az energetikát, illetve egy önálló energetikai minisztérium jön létre. Hogyha tényleg igaz, hogy új minisztérium lesz, akkor felvethető az a kérdés, hogy miért nem a választások utáni formálisan új kormányban létesítették ezt a minisztériumot. Mert miért nem, Attila? Hát ez a nagy kérdés, mert minden további nélkül megtehette volna Orbán Viktor, hiszen alkotmányjogilag egy új kormány jön létre, igaz, hogy ugyanazzal a Fidesz-el és Kereszténydemokrata Néppárttal. Én arra gyanakszom, hogyha tényleg energiaügyi minisztériumról lenne szó, hogy menet közben jött rá arra a kormányfő, hogy az energetikai problémák jelentősen megnőttek, egy új minisztériumért kiáltanak, illetve ne zárjuk ki a belső hatalmi ellentéteket sem a kormányon belül. Tehát ne zárjuk ki azt, hogy Palkovicsot, ha tényleg nem könnyű ember, nem csak Orbán Viktornak lehetett vele problémája, hanem esetleg a társminisztereknek. Tehát van úgy, hogy például kabinetekben az egyes minisztereknek együtt kell működni, vannak olyan kormánykabinetek a kormányzaton belül, csak ezek munkája nem túl látványos, amelyekben több miniszternek kell együttműködni, és lehet, hogy az ilyen együttműködések nem voltak zökkenőmentesek. Azt se felejtsük el, hogy például Lázár
Lázár János meg Rogán Antal között ugye nem túl nagy a barátság már évek óta. Tehát bizony még az Orbán kormányon belül is vannak ellentétek, és lehet, hogy ilyen ellentét is közrejátszott abban, hogy lemondott, ha lemondott, bár, és ez is furcsa. Nincs még ahogy bejelentették, illetve nem jelentették be. Szóval, van egy fura dolog ebben, hogy tulajdonképpen most az Orbán kormányban erősebb emberek vannak, mint az előző Orbán kormányban voltak. Ott inkább olyanokat találtunk, Kásler Miklós, tulajdonképpen a Palkovics is egy ilyen volt, aki nem a pártból jött, nem hűséges katona régóta, nem közvetlenül Orbán környezetében, néhányat mondjuk Rogán kivéve azért nem ilyenek. Most ugye visszakerült ebbe a kormányban Navracsics és Lázár, ugye ott van Rogán tovább, Nagy Márton mindig is nagyon közel állt a gazdaságpolitikai alakításában Orbánhoz, hát könnyen lehet, hogy itt arról is van szó, hogy ezek az erős emberek elszívták a levegőt a Palkovicstól, aki kívülről, tehát nem a politikai oldalról került a rendszerbe, hanem hát kvázi tudósként, akadémikusként ilyen furcsa életúttal került ebbe az egész rendszerbe. Csak még egy dolgot, hogy azért más fontos területeknek sincs minisztérium a jelenlegi rendszerben, ugye az oktatásért elég régóta az oktatás, az egészségügy, tehát azért tudnék javasolni. Ha ez a ok, hogy kiderült, hogy fontos kérdés az energetika, ezt nyugodtan egy energetikai és közlekedési minisztérium el tudja látni ezt a feladatot. Hát ehhez nem kell külön minisztérium. Állítólag Lázár János kapja meg a közlekedésügyet, ami hogyha igaz lenne, akkor jelentősen megnőne Lázár János kormányon belül befolyása. Az ő szerepe azért is érdekes, mert hát ő ugyan visszakerült a kormányba, ahogy elhangzott, de azért jelentősen csökkentett hatásköre hatalommal, ahhoz képest, amilyen miniszter ő volt, ugye ő a miniszterelnökséget vezette, kvázi de facto ő volt Orbán Viktor igazi helyettese, nem Semjén Zsolt, és ehhez képest most be kellett élnie egy a miniszterelnökséghez képest kevésbé jelentősebb építési és beruházási minisztériummal. Ha viszont a közlekedés ügyet hozzácsapnák, akkor ez azt jelenti, hogy a közlekedés, mint stratégiai ágazat Lázár János irányítása alá kerül, és azt is érdemes a nézőknek megfigyelni, hogy melyik miniszter mennyi pénzt tud osztogatni. Tud-e ráhatni közbeszerzésekre? Tud-e ezáltal az egyes miniszter bizonyos patronusokat magához gyűjteni és szerezni? Mert ezáltal is növekszik az adott miniszter befolyása. Egy dolgot nem mondhatok, hogy azért miniszterek nem szoktak olyan nagyon gyakran lemondani, Magyarországon egyáltalán, és Palkovics László ezt egyszer megtett, a 444 írta januárban, tavaly januárban volt ez, és akkor felvetődött az ő lemondása, ki is jött ez a sajtóban, és aztán Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta neki, hogy ezt felejtse el, ugye ez volt. Tehát valószínűleg már korábban is lehettek nézeteltérések, illetve most én itt a napi.hu-t olvasom, ami hát bizonyos forrásokra vagy Palkovics közeli munkatársai hivatkozva azt írja, hogy korábban a miniszter ugye tagadta a magyarországi szélenergia bővítésének szükségességét, néhány hónapja pedig formális meg informális úton is azt mondta, hogy szükséges, és át kell alakítani az energiamixet. Ez egy nagy feszültség lehet a kormányon belül, mert folyamatosan arról, ezt ki is jön a kommunikációban, a kormányzati kommunikációban is, hogy vannak nézeteltérések, ami azért ritkán jön. Lehet, hogy ez is lehet egy ok? Orbán Viktor és Palkovics között ellentét volt. Véleménykülönbség volt a szélenergia kapcsán. Így van, ezt tudható. Szerintem nem így működnek Orbán környezete, szóval az nem véletlen, azért leszoktak mondani miniszterek, én csak az Orbán kormányban nem szoktak lemondani miniszterek. Akkor úgy mondom, hogy mostanában nem szoktak. Tehát azért főleg egy koalíciós kormányban, de hát a valljuk be, ez nem egy igazi koalíció, amit láttunk, hiszen a KDNP egy nem létező formáció ebben a történetben. De ezért ugye Orbán környezetében egy erős, összetartó bázis van, és én azt gondolom, hogy akik kívülről jöttek, azok mindig veszélyben vannak, mert nem részei ennek a nagyon erős és összetartó politikai alapon szerveződő bázisnak. Abban biztos vagyok, hogy Orbán Viktor nem tűr maga körül olyan minisztereket, akikkel akár
komoly szakmai vitái lennének. Ebben én egészen biztos vagyok. Ezért élhetett túl például Kásler mindent, az összes kudarcot a végén, már semmi nem volt a kezében, de maradhatott, mert ő neki személyesen nem volt konfliktusa a miniszterelnökkel. Ezért lehet Pintér már nem tudom hány éve belügyminiszter, mert Pintér végrehajtó emberként azt mondja, amit a főnök mond, és az a kérés a miniszterelnöktől, hogy Sándorom, legyél te az oktatásért, meg az egészségügy is a felelős. Igenis, értettem, mondja a rendőrminiszter. Tehát, hogy ezek az emberek, akiket látunk, és hogyha nem így viselkednek, lásd Lázár, aki ugye kikerült a teljes egészében, amikor megpróbált egy önálló arculatot építeni, vagy Navracsics, aki eltűnt a sülyeztőben, és aztán ugye egész furcsán került újra elő, amikor kellett egy emberarcú fideszes a Európai Uniós tárgyalásoknál. Tehát azt gondolom, hogy önmagában elég ok az, ha valakinek bármiféle konfliktus van Orbánnak, az, hogy kikerüljön ebből a rendszerből, de nem jellemző, nem nagyon látunk tényleg ilyet, hogy odáig merészkedett volna egy miniszter, hogy komoly szakmai konfliktusa vagy szakpolitikai konfliktusa lenne. Én ezt annyiban másként látom, hogy persze Orbán Viktor nem szereti azokat a miniszterek, akik ellent mondanak neki, viszont Lázárnak azért nem telt ki rögtön az ideje. Lázár többször nyilvánosan vagy megkontrázta a miniszterelnök szavait, vagy pedig önálló, önjáróvá vált, amikor még miniszter volt 2014-18 között, és nem távozott a ciklus közepén. Igaz, hogy 18-ban már nem hosszabbította meg Orbán az új ciklusba, de hát emlékezzünk arra, amikor még Csányi Sándort határozottan támadta Lázár János, és látszik Lázáron, hogy neki miniszterelnöki ambíciói vannak, vagy legalábbis miniszterelnök közeli ambíciói vannak, és Orbán Viktornak ez okozott fejtörés, hogy mit csináljunk ezzel az emberrel, és hogyan tudja semlegesíteni. Hát most már ott van. Azért csak annyit, aztán menjünk tovább, hogy azért ezekben a konfliktusoknak egy jó része szerintem megtervezett konfliktus. Tehát amikor annak idején, erre nem kell már emlékezni a nézőknek, neki ment Csányinak a Lázár, én szerintem ez nem egy önálló kis akció volt, hanem valahogy meg kellett üzenni, és ez volt ennek a legjobb formája. Tehát azt gondolom, hogy azért ezeket, amiket látunk ilyen nyilvánosság előtti konfliktusokat az Orbán kormány környezetében, ezeknek egy jó része szerintem tervezett. Az kétségtelen, hogy Lázár meg Csányi már kibékült. Abszolút. Na, ugorjunk az árstopokra, most már olyan kevés idő van. Burgonya és tojás, mit gondoltok erről? Miért pont ez a kettő? Nem közgazdászként nyilván kérdezlek titeket, hanem politikai értelemben mennyi hasznot hoz ez a Fidesznek? Ugye a legtöbb közgazdász azt mondja, hogy ez konkrétan inkább emelik ezek az árstopok az inflációt, piactorzító hatások van, ezt mondja a közgazdász szakma jó része. Politikai értelemben mit segít? Mi másra jók? El lehet mondani, hogy ennél a 9 terméknél segít a kormány, de hát közben lassan nem lehet cukrot kapni. Szóval, hogy látjátok ezt? Hát én tragikusnak látom ezeket a megoldásokat, mert olyan roncsoló hatásuk van a piaci mechanizmusokra, hogy lehetetlené teszik a normál alkalmazkodás. Ugye ezek a beavatkozások vezetnek oda, hogy ma például az energetika piacon, a világpiacon jóval olcsóbb minden, mint Magyarországon. Ugye és van az egész mögött egy nagy hazugság, hiszen ugye tavaly novemberben kezdődtek el az árstoppok, a háború meg februárban tört ki. Tehát amikor odaáll a Gulyás miniszter a kamera elé, kamerák ösztüzébe, és azt mondja nekünk, hogy hát a szankció, kérem szépen. És nem látom azt az újságírót, aki megkérdezi 20-szor, mert már sokszor megkérdezte, hogy tessék azt mondani, hogy tavaly novemberben is már szankciók voltak, mert az ársapka ugye akkor került a benzinre meg a gázolajra. Tehát azt gondolom... Kérdés, Gábor, én ezt megkérdeztem. Tudom, csak azért... Csabától a Fidesznek van erre egy válasz, hogy akkor igen, de hát azóta sokkal jobban elszállt az infláció, és egyébként is nagyon közel vagyunk Ukrajnához, és minket minden igen. Sokkal jobban érint. Akkor ugye Szlovákiában miért 13%? De nem akarok ebben, csak visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, hogy ugye jön a karácsony, tojás, krumpli az alap élelmiszer az ünnepek kapcsán, ugye a húsvétkor biztos a tojás majd megint jön, ha megint ez lesz. Ezek a problémának egyszerűen nem megoldásai. Ugye helyettesítő termékeket keresnek a kereskedők, tehát le fogják húzni ezt rólunk. Ugye ez a 40% körüli élelmiszerinfláció bizonyítja, hogy nem arról van szó, hogy ezek megoldanák a probléma kezelését. Egy mondatot maradott. Ez egy jóságos kormány, ezt akarják üzenni, és ezáltal a Fidesz népszerűségét fenntartani. Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Köszönjük.